Eddig közel 200 ingatlanban mérték fel a múlt heti nagy esőzés okozta károkat. A legtöbb helyen a falak, a helyiségek padlózata ázott fel, valamint a bútorok mentek tönkre. Ismertette Farkas Éva Erzsébet polgármester a kialakult helyzetet, majd részletesen kitérte az önkormányzat által nyújtható támogatásra. A rendkívüli települési támogatásra 2019. februári költségvetésünkben 6 millió forintot különítettünk el. Ebből az első fél évben körülbelül 1,5 millió forint keretösszeg az, ami ilyen célra felhasználásra került. A második fél évre hasonló keretet szeretnénk fenntartani, és a 3 millió forintos keretet azonnal rendelkezésre bocsátja Makóváros önkormányzata a károsultak számára. Az is kiderült, az önkormányzat nem készpénzben, hanem természetbeni juttatás formájában igyekszik segíteni. Ennek érdekében tegnap szerződést kötöttek egy építőipari céggel, valamint egy tüzéppel, akik biztosítani fogják a károsultaknak a számukra egyénileg meghatározott értékű építőipari alapanyagokat. A károk helyreállítását tehát egyéni elbírálás alapján fogják támogatni. Ezek felmérésére, akik még nem tették meg, holnapig jelentkezhetnek. Majd ezt követően július 19-éig lehet beadni a támogatási rendi kérelmüket. Tótné Balázs Andrea, a Makói Eni intézmény vezetője ugyanitt azt is elmondta, több felajánlás is érkezett a károsultak számára. A helyi roma önkormányzat biztosított minket a segítségükről. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Makói csoportja biztosította azt, hogy ha bútor, illetve egyéb nemű felajánlás érkezik hozzájuk, azt átadja nekünk, és ugye az intézményünk kollégái tudják azt, hogy célirányosan melyik család miben szenvedett kárt, és kinek mire van szüksége, valamint a Szent István király plébániából Pálfai Zoltán atya az elmúlt vasárnapi misén kihirdette az adománygyűjtésüket, és kifejezetten tartós élelmiszert és fertőtlenítőszereket gyűjtenek a héten, amit a jövő hét folyamán át is adnak intézményünknek, és ezt el tudjuk juttatni a károsultaknak. Az önkormányzat nem csak a károk rendezése, de a megelőzés érdekében is tett lépéseket. Lázár János országgyűlési képviselővel közösen a belügyminisztériumhoz fordultak további támogatásért, melyből a jángori és a nagyért csatornákat burkolnák le, valamint szélesítenék ki. Mindeközben a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársai hamarosan megkezdik az összes áteresz átvizsgálását és kitakarítását.